oda a weight blokkot ide a robothoz. Jákis diákok tanulnak programozni az Alba Innovárban. Annak érdekében, hogy a jövőben minél több fiatal tudjon itt hasonló dolgokról tanulni, az Arconic közel 12 millió forintos támogatást biztosít a digitális képzőhelynek. A támogatás maga a létesítménynek a kialakítására és arra, hogy minél több fiatal tudjunk bevonzani ebbe a digitális technológiának a megismertetésébe. Ez fontos a vállalat számára is, mert úgy gondoljuk, hogy a jövőben egyre inkább ezek lesznek a kulcskészségek, és jelen pillanatban úgy látjuk, hogy a jelenlegi oktatási rendszer még nem képes ezeket ellátni, és szükség van ilyen profit kezdeményezésekre, amelyeken keresztül a fiatalok meg tudják tanulni ezeket a programnyelveket. Néhány adatok, akkor azért ismételjünk vissza itt a sajtótájékoztatónk. Már elhangzott, hogy az elmúlt években az alapítvány kifejezetten ilyen támogatásokra összegszerűen mennyit fordított eddig? Összességében, amióta az Alko a városban van, több mint 3 milliárd forintot költött non-profit szervezeteknek a támogatására. Ez 1993-tól elkezdődően, amióta itt jelen vagyunk a város életében. Az idei évben az Arconic alapítvány több mint 100 millió forintot osztott szét a civil szférának Székesfehérváron és Monzás körzetében. Ebből 50 millió forintot dedikáltunk az úgynevezett STEM programoknak, projekteknek a népszerűsítésére. Jövőben is lehet-e majd számítani hasonló mértékű támogatásra? Én nagyon bízom benne, nem kaptuk még meg a jövő évi keretszámainkat, de bízom benne, hogy jövőre is hasonló nagyságrendű keretszámot kapunk Amerikában, amivel ugyanígy Székesfehérvár, illetve Veszprém és Vonzás körzetét tudjuk támogatni. Köszönjük a támogatást! A támogatást az Alba Innovár humanoidja is megköszönte. A Digitális Élmény Központ az EHU innovációs műhelyel közösen kapta a pénzt. Eszközfejlesztésre és tréningekre is jut majd előle. Közel 5000 fiatalt készítenek majd fel a 21. század digitális kihívásaira, miközben játékos módon próbálják majd felkelteni a 9. és 10. osztályos diákok figyelmét a műszaki területek irányába. A pályázatban főleg a pályaorientációt kívánunk segíteni a 9-10. Osztályos fiataloknak, de természetesen a szolgáltatásainkat a fiatalabb és az idősebb korosztály is igénybe veheti. EHU innovációs műhely 20 éves ifjúsági munka során tapasztalta, hogy a pályaorientációt az csak komplexen lehet vizsgálni, a munkaerőpiaci viszonyoknak megfelelően digitális technika fejlődésével összhangban. A Arconic pályázatának köszönhetően lehetőség nyílik az Alba Innovárral közösen, ugye a robotbeszerzésre és a célzott szolgáltatásokra, úgy mint motivációs beszélgetés a fiatalok körében, a 9-10. korosztály céloztuk meg, ahova szakértőket hívunk meg, hogyan látják a természettudományos területeken, hogyan lehet elhelyezkedni főiskolán egyetemistáknak, milyen nehézségekkel, lehetőségekkel kell szembenézni, mik azok, amik rendelkezésükre állnak. Azon kívül része még a fiatalokkal foglalkozó tanároknak is egy módszertani tréning, melynek keretében őket is felkészítjük ezekre a szakmákra. Ez azért különösen fontos számunkra, mert a Természettudományos Élményközpontunk az 2018. szeptemberében nyílik, és ott a matematika, kémia, fizika, biológia mellett az informatika nem került be, tehát úgy gondoljuk, hogy a kettő nagyon jól ki fogja egészíteni egymást. Ezzel a programmal kifejezetten a pályázatnak köszönhetően várhatóan hány fiatalhoz érnek majd el, vagy vannak-e ilyen irányadó számok, hogy hány fiatalt kell elérni? Reményeink szerint nagyon sok fiatalt, főleg a Fehérváron lévő fiatalokat szeretnénk elérni. Ugye nem titkolt, hogy a természettudományok felé szeretnénk a fiatalokat motiválni. Ezekre a szakmánkra szeretnénk felhívni a figyelmet, ezeknek a szakmánk a szépségeire.
Emellett tanárok is kapnak majd módszertani tréninget. Az Alba Innovár szeptember óta várja a fehérvári diákokat, havonta 500 fiatal részesül itt élményszerű oktatásban. Ezek a rendhagyó tanórák a pályaválasztás szempontjából is fontosak lehetnek a későbbiekben. A feladat az, amit egyébként vállaltunk is, hogy közel 5000 fiatalt projektnapok keretében mondjuk azt, hogy fel fogunk készíteni, valamennyire ki fogunk képezni arra, hogy a 21. századnak a digitális kihívásait azt jobban megértsék, közelebb kerüljenek hozzá. Egy-egy ilyen projektnap az hogy néz majd ki, vagy mi történik egy ilyen projektnapon? Hát a projektnap, ha legelejéről kezdem, akkor bejön ide 40 srác valamelyik iskolából, korábban a 7-esek voltak, most éppen a 9-esek, ma éppen a jákisok voltak, és akkor egyből két csapatra oszlik, az egyik fele az idejön, ahol most vagyunk, egy foglalkoztatáson vesz részt, ez egy 2,5 órás foglalkoztatás, ami úgy néz ki, hogy van egy órás része, meg egy másfél órás része durván, és akkor a srácokkal a tanárok megbeszélik azt, hogy milyen típusú foglalkoztatáson akarnak részt venni, lehet választani Lego programozás között, lehet videójáték programozás között, illetve 3D-s alkotás között, úgyhogy a végén ki is nyomtathatják, amit terveztek, és miután megbeszélték a menetrendet, akkor belecsapnak ebbe, és minden egyes órában egy projektet végrehajtanak, és úgy mennek ki, hogy már érzik is, hogy mi az, hogy algoritmus készítés, mi az, hogy programozásba áttenni a gondolataikat, és egy kicsit talán sokkal többet megértenek a világból, hogy mi mindent a szoftver vezérel már, bár úgy tűnik, hogy önmagától mennek a dolgok. A másik fele az beletekinthet egy kicsit a humanoidnak a programozásába, beletekinthet virtuális művészetbe, tehát az, hogy hogyan lehet VR szemüveg segítségével valami szuper dolgot alkotni a térbe, a legjobb alkotás ott is kinyomtatható, illetve van egy ilyen virtuális tér, egy okos padló, ahogy szoktuk nevezni, ahol egy csapat 4-6 taggal különböző tantárgyaknak a feladatait közösen elvégezheti, tehát földrajz, biológia, kémia órát csináltam, de még a sportnak is van helye, mert valaki focizni és hokizni, és tud a gyephokizni, mondjuk így, tud az okos padló segítségével. Itt a tájékoztatón már volt róla szó, de akkor ismételjük egy kicsit vissza azokat a számokat, hogy az ideérkező fiatalok, általános iskolásoknak kb. Hány százaléka van, hát úgy nagyjából tisztában a programozással, meg ezekkel a dolgokkal. Fantasztikus meglepő, és még mindig meglepődünk, hogy ugye a 7-eseknél most már egyértelműen kimutatásaink vannak, hogy 50% alatt van az a tudatosság, hogy ők el tudják mondani azt, hogy mi az, hogy programozás, és egyértelműen alatta van így automatikusan az, hogy ők valaha bármilyen programoztak volna. Nekik a digitalizáció egyet jelent az okostelefonnal, és itt ezt értik meg a nap végére, illetve a nap közben, hogy ez messze nem az. Az okostelefon az csak egy megjelenési formája, bár lehetősége is nyilvánvalóan a digitalizációnak, de ennél sokkal többről szól, és tényleg büszkék vagyunk arra, amikor kitöltik ezeket a kérdőíveket, akkor 100% van tisztában, tehát minden fehérvári srác, aki ide jár, tisztában van azzal, hogy miről is szól itt nagyjából ez a 21. századi digitalizáció, és igazából a pályaválasztás szempontból is ez meghatározó lehet, hogy talán hozzásegít az, hogy ne tévútra fusson a későbbiekben. Itt a sajtótájékoztatón volt egy ilyen elejtett félmondat, hogy talán ilyen 3-6 hónapos képzéssel bizonyos hiányt sikerül majd pótolni. Igazából itt arról van szó, hogy képzett tanárok részt vehessenek a felnőtt oktatásba. Ez az, úgy vizionáljuk, amit mi most csináltunk itt, ez az Alba Innovárnak az első fázisa. És ennek lesz egy következő folytatása. A gyerekeinknek most már tényleg megvan az a lehetőség teremtve, hogy
hogy ők megismerhessenek valamivel többet, mint amit a köznevelésbe, sőt sokkal többet ezen a területen, mint amit a köznevelésbe kaphatnak. De az Alba Innovár 2-be tovább szeretnénk menni. Egyrészt tovább szeretnénk menni az iskolák irányába, természetesen együttműködve a tankerülettel, szakképzési központtal, hogy oda is kimehessünk, taníthassuk a pedagógusokat, együttműködhessünk a pedagógusokkal, hogy modernebb eszközöket, modernebb órákat tudjuk csinálni, úgyhogy ne az óra egy része legyen, hanem az órának egy észrevéthetetlen része legyen a digitalizáció. Ez az egyik. A másik pedig a felnőtt képzés, ami megint csak két rész. Az egyik része az, hogy minden embernek szükséges valamiféle digitalizációs ismeretet tanulnia, hogy ne veszítse el a munkahelyét, illetve legyen biztonságos munkahelye a jövőbe. Erre céloztam, hogy erre lesznek kurzusaink, de már nagyon gyorsan, néhány hónapon belül. Illetve van a másik, az az égető szakemberi hiány, hiszen itt is hallhattuk, hogy az Arconicnak mekkora képzett szakember hiánya van, de nem csak nekik, hanem itt, és elkezdhetném autósorolni zég az összes vállalatot, különösen a nagyvállalatokat, hogy azokat a modern robotokat, amiket megvesznek, beruháznak rá, alig tudnak rá szakembereket csinálni. Itt egy együttműködés lesz az Óbudai Egyetem Alba számítógéptechnikai intézetével, Alba karral, egyszerűen mondva. Ők nyilván egy hosszabb időciklusban tudnak ezen segíteni a mérnök problémáknak az enyhítésével, mi pedig egy ilyen 3-6 hónapos képzési ciklusban, én azt gondolom, hogy az ügyesebbeket, a vállalkozó kedvűeket, azokat meg tudjuk tanítani arra, hogy a legmodernebb technológiákat biztonsággal tudják használni, de csak úgy, hogyha együtt tudunk működni a cégekkel. Erre már úgy tűnik, hogy van egy mentálisan egy jó hozzáállás. Az Alba Innovár az önkormányzattal és a városban működő cégekkel és képzőhelyekkel együttműködve további képzési lehetőségeken is gondolkodik, melyek adott esetben akár hónapokon belül enyhítenék a szakemberhiányt a térségben. Erről részleteket egy-két hónapon belül mondanak majd.